Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy express szerelmes jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirien számára. Kedves Mirien, üdvözöllek téged, és te szeretnéd tudni, hogyan tovább, mik a tervei, mit szeretne közölni veled. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. A 8-as szám azt jelenti, hogy van ez a belső feszültség, egy kis húzavona, tegyem, ne tegyem. Ő nagyon elfoglalt és dolgozik. Itt ezek az érmék mutatják az ő anyagi helyzetét, a munkahelyi viszonyokat, de az jelentheti azt is, hogy ő saját magán dolgozik, hogy javuljon a helyzet, más legyen a fellépése, másképp viselkedjen veled szemben. Mik az ő gondolatai? Itt mutatja ez a felső papnő, ez utal spirituális témákra, arra is, hogy itt lesz egy sorsdöntő változás, és ő ebben bízik. Vagy, ami őt foglalkoztat, a problémáit átnyújtja az ő érzelmeit, itt ez a férfi mutatja. Ez az arany táler, ez a föld elemét szimbolizálja, és az mutat a reális dolgokra. Az, amit ő tervez, amiről ő álmodozik, azt szeretné megvalósítani. Az érmék mutatják az anyagiakat, ez számára egy megnyugtató érzés. Azon kívül mutat értékekre, belső értékekre is, hogy te vagy ez a párkapcsolat kettőtök között értékes számára. Mit közöl veled nyíltan, azt mutatják itt a kejhek. A 7-es szám az a hold energiájával áll összefüggésben, és a hold mutatja az álmokat, a reményeket, azt is, hogy te megkapod őt, bíz ebben. Itt a kejhek jelentik a te álmaidat, az ő álmait, van az a vonzalom kettőtök között. És mi az, amit szeretne ugyan közölni veled, de nem mondja ki, azt mutatja itt ez a férfi, aki nagyon visszahúzódó. De jelenti a spirituális dolgokat, egy belső utat is. Én úgy mondanám ezt neked, ő szeretné azt közölni, hogy bíz benne, és várj rá, amíg ő döntéseket hoz. Kell a türelem, ezért itt ez a visszahúzódás. És mi az, ami hiányzik nála, amit ő szeretne elérni, azt mutatja itt ez a torony, ez utal a változásokra. Nála minden úgy összeomlott az elmúlt időben, és ő hiányolja azt, hogy te ezt megérts, hogy neki időre van szüksége ezeket a dolgokat újra felépíteni. Ez lehet anyagi dolog, vagy a munkahelyét illetően, vagy a családi kapcsolat. Tehát neki kell ez az idő, mert jelen pillanatban úgy érzi, hogy nem megy tovább, vannak problémái. És mi az, ami kettőtöket összeköt, azt mutatja itt ez a két kehely, utal a párkapcsolatra, itt te vagy a képen, és ő. Itt nincs harmadik személy. Ti ketten vagytok ebben a lelki kapcsolatban, és itt ez a két arany kehely utal a víz elemére, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Ő szeret téged, ő tudja, hogy te is szereted őt, ő bízik ebben, neki ez az álma, ezt szeretné megvalósítani, de időre van szüksége, mert jelen pillanatban minden
összeomlott nála, és azt fel akarja építeni, itt azon dolgozik, hogy javuljon az anyagi helyzet. Én most megkérdezném az Ingát. Szeret ő téged, visszatér hozzád? Igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra fordul ki, akkor bízhatsz benne, ő szeret téged, visszatér hozzád. Ha az Inga balra fordul ki, akkor ebből nem lesz semmi. Ha az Inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. A válasz, igen, ő szeret téged, és visszatér hozzád. Kedves Mirien, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!